A német származású Jan Werner Müller az amerikai Princeton Egyetem politológia professzora. Jelenleg a Bécsi Társadalomtudományi Intézet vendégelőadója. Számos könyve és publikációja közt az egyik legutóbbi a Mi a populizmus című munkája. Müller a Budapesti Közép-Európai Egyetemen is tart előadásokat. A politikatudóssal készült interjúnk a CEUT súlyosan érintő felsőoktatási törvénymódosítás előtt készült, a populizmus természetrajzáról. Köszönöm, hogy eljött az ATV-be. Örömmel. Nemrég tartotta a Közép-Európai Egyetemen egy előadást, amelyet óriási érdeklődés övezett. Nem csoda, hiszen a címe az volt, hogyan győzhető le a populizmus. Ez rendkívül ambiciózus és ígéretes cím mindazoknak, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi a teendő a populizmussal szemben. Kezdjük azonban azzal, hogy mi is a populizmus, és mi nem. Mint tudja, mi újságírók és sokszor az elemzők is helytelenül keverjük a populistákat a demagógokkal, vagy az autoriter vezetőkkel, a diktátorokkal, sőt, olykor a szabadságharcosokkal is. Valóban gyakran lehet azt is hallani, hogy aki kritizálja a politikai elitet, az csak is populista lehet, pedig minden rendes demokrácia tankönyv arra tanít, hogy egy elkötelezett demokrata igenis rajta tartja a szemét a politikai eliten, a hatalom birtokosain, a kormány képviselőin. Nézetem szerint a populistáknak más a fő jellemzője. Az, hogy szerintük ők és csak is ők képviselik a népakaratot, az embereket. Elsőre ez esetleg nem is hangzik vészesen, pedig ennek az önjellemzésnek van két fontos a demokráciára veszélyes következménye. Először is, ha csak is egy igazi képviselője lenne a népnek, akkor mindenki más jogtalanul versenyezne a nép képviseletért. A populisták esetében ugyanis nem arról van szó, hogy nem értenek egyet más pártok véleményével. Az ellenfeleikről azt mondják, hogy rossz emberek, korruptak, csalók. No, de mindenki ezt mondja az ellenfeléről. Nem teljesen. Lehet úgy is keményen vitázni, nagyon keményen, hogy a felek nem nullázzák le a másikat. Nem mondják például azt, hogy az rossz karakter, rossz célokkal, mások által madzagon ugráltatva, például a multik, vagy az Európai Unió, vagy bárki más által. Nem mindenki politizál így. Ezt a populisták teszik, akiknek a másik fontos jellemzője, hogy nem csak az ellenfeleikről, de azoknak a támogatóiról is így beszélnek. Azt mondják, azok az emberek nem is igazán tartoznak a közösséghez, ők nem részei a népnek vagy a nemzetnek. A populisták tehát két szinten vetnek be kizárólagosságot, pártpolitikai és nemzeti szinten is. Kisebbségekkel, különféle csoportokkal szemben gyanakvásra buzdítanak. Nem mindenkit tartanak a néphez tartozónak, csak a saját híveiket. A közbeszéd alapján azt gondolná az ember, hogy a populizmus futó tűzként terjed világszerte. Ezt maguk a populisták is szeretik így láttatni. Ön mégis azt állítja, hogy nem szabad ennek bedőlni. Így van. A közhiedelem szerint a Brexit volt az első mérföldkő, aztán jött Trump győzelme, majd nyilván a következő európai választások is a populisták győzelmét hozzák, és így tovább Európa szerte. Csak hogy az ilyen elemzések nem a valóságot tükrözik, hanem a populisták érdekét. Marine Le Pen szereti ugyanazt mondani, hogy eldőlt dominóként esik majd számos ország a hozzá hasonló politikusok ölébe, mintha ez valami elkerülhetetlen tény lenne. Csak hogy érdemes a helyzetet több felül is megvizsgálni. A Brexit például egyáltalán nem Nigel Farage, a brit függetlenségi párt vezetőjének az egyszemélyes érdeme. Farage nem a partvonalról ért el ekkora sikert, hanem a brit torik a konzervatív párt hathatós közreműködésével, nagyon is mainstream politikusok, Boris Johnson vagy Michael Gove hathatós támogatásával. Ez Donald Trumpra is igaz. Ő sem a partvonalról győzött, nem valami új, alulról szervezett mozgalom vezetőjeként, nem egy harmadik párt képviseletében, nem a jól beágyazott elit a féle legyőzője. Épp az ellenkezője. Trump a republikánus párt jelöltje volt. A párt nélkül nem lett volna belőle elnök. Chris Christie vagy Newt Gingrich az elit krémje, profi politikusok, akik Trumpot győzelemre segítették. Azt gondolom, a legfontosabb oka annak, hogy Trump
Trump nyerhetett, az az, hogy a republikánus párt beállt mögé. Ha Donald Trump egy új párt, egy harmadik párt vezetőjeként indult volna az elnökségét, nem kapott volna többet 20-25%-nál, hasonlóan az európai szélsőjobboldali politikusokhoz. Az elitek támogatása nélkül szélsőjobboldali politikusok nem nagyon tudnak nyerni. Ez pedig azért fontos, mert cáfolja azt, hogy a semmiből jött, alulról építkező populisták önmagukban cunamira képesek. No, de maguk a populisták gyakran tényleg a semmiből jönnek, kívülről érkeznek a politika fősodrába, bár például a magyar miniszterelnökre ez nem igaz. Persze az egyedi esetek sokfélét, de a mondani valóm lényege az, hogy a populistákat nem szabad önmagukban vizsgálni, hanem csak is az adott ország politikai térképén, pártpolitikai összefüggéseiben. Minden országról el lehet persze mondani, külön-külön, hogy épp melyik a szélső jobboldali párt, ki a populista politikus, melyik mozgalom a nagyon veszélyes, stb. Csak hogy így esetleg nem látjuk a fától az erdőt. Például azokat a folyamatokat, ahogy korábban szélső jobboldalinak nem tartott pártok, azzá válnak. Vagy konzervatív pártok populisták lesznek, ahogy az Magyarországon is történt. De érdemes figyelemmel követni a brit konzervatív párt jelenlegi folyamatait is. Theresa May úgy tűnik a UKIP lightosabb verzióját szeretné épp létrehozni a Tory pártból. De vannak olyan esetek is, amikor egy-egy mainstream párt csak bizonyos politikai stratégiát próbál átvenni a populistáktól, anélkül, hogy a populizmus legfontosabb jellemzőit is átvenné, vagyis azt, hogy kizárólag ők képviselik az emberek akaratát. How international populism is and how much it needs to be national. Mennyire nemzetközi vagy nemzeti jellegű a populizmus? Mennyiben tudnak egymástól tanulni a populisták a különböző országokban? Vagy a lényeg épp az, hogy a nemzeti karakterre szükség van az alulról jövő, az eliteket kritizáló stratégiákban? Azért kérdezem ezt, mert számos elemző szerint a magyar miniszterelnök például vezető európai politikai szerepre törekszik már, sokak szerint Európa vezető populistájaként. Ha ez valóban így volna, elérheti Orbán Viktor ezt a célját, az adottságai a helyzete alapján, illetve tudván azt, hogy Európa populistáinak nem feltétlenül azonosak az érdekei. Nem zárható ki, elvi szinten a nemzetközi populizmus a 19. században a liberalizációs folyamatokban mutatkozott ilyesmi. A nemzeti felszabadítási mozgalmak fordultak egymáshoz inspirációért a különböző harcokban, amelyet a nemzeteik szabadságáért folytattak különböző nagyhatalmakkal szemben. Például Olaszországban vagy Németországban. Nincs ellentmondás vagy ellenérdek azok között, akik a nemzetük szabadságáért különféle nagyhatalmak ellen harcolnak. Ilyet ma is látunk, sokan tekintenek Európában fontos példaként például arra, hogy Marine Le Pen démonizációja vagy karanténba tartása megszűnt Franciaországban. A lényeg tehát a populisták közti nemzetek feletti összefogásnak elvi szinten nincs akadálya. So I don't think this is contradictory at the level of theory. It's not even a problem if as Orbán Viktor is él azzal a retorikai fogással, hogy különbséget tesz Európa polgárai között. Vannak szerinte, akik igazán, igazán Európát képviselik, és vannak, akik nem, például a nihilista liberálisok, akik állítólag Brüsszelt is irányítják. Az igazi európaiak szerint a nemzetek és a kereszténység védelmezői, és így tovább. Azonban a gyakorlat szintjén már akadhatnak problémák a nemzetköziséggel. Vegyük mondjuk azt a helyzetet, hogy Európa szerte populista vezetők kerülnek hatalomra. Nem hiszem, hogy ez megtörténne, de játszunk el a gondolattal. Csupa olyan vezető tehát, aki mind a saját nemzete érdekeit tartja a legfontosabbnak. És mondjuk többé sehol nem fogadják a menekülteket, de folytathatnám még példákkal. No, ekkor hirtelen összeakadna a populista vezetők bajsza. Ismétlem, szerintem ilyesmi nem fog történni. Mennyiben változtatta meg a populizmus helyzetét és térnyerését Donald Trump győzelme? Amennyire látható bármiféle Trump hatás, azt mondanám, inkább rosszabb ma miatt a többi populistának, mint jó. Gondoljunk csak a sorban következő dominóra, amelynek Trump győzelme után fel kellett volna borulnia Ausztriára. Norbert Hofer, a szélső jobboldali populista jelölt, rosszul értelmezte a Trump utáni helyzetet, még agresszívabbá vált az elnöki kampány vége felé, és ez visszariasztotta az embereket, akik végül úgy érezték, nem akarnak egy Trumphoz bármennyire is hasonlító elnököt.
I don't believe that a sort of great Trump boom will happen. Nem hiszem tehát, hogy Trump pozitív hatással lesz az európai populistákra, ráadásul a gazdaság független szereplőinek a többsége is idegenkedik a populistáktól. Conditions are needed. Milyen körülmények, feltételek együttállása teszi lehetővé egy-egy országban a populizmus térnyerését? A jóléti állam gyengesége? Nem hiszem, ellenpélda erre Franciaország vagy Hollandia. Az illiberalizmus erősödése, mint Magyarországon? Mi kapcsolja össze azokat az országokat? Ha esetleg a három fő jellemzőt ki tudná emelni, ahol a populisták népszerűbbek, mint máshol. I wish it were that simple. Bárcsak tudnék három ilyet mondani. Egyfelől, ahogy mondtam, a populisták mindig azt állítják, hogy egyedül ők képviselik az emberek akaratát. De ezen kívül nem azonosak az okok és a következmények. Marine Le Pen sikerének mások az okai, mint Orbán Viktorénak. De van itt pár dolog. A populisták dolgát megkönnyíti például a megosztó kultúrharc. Olyan országban, ahol ilyesmi van, könnyebb bizonyos embercsoportokról azt állítani, hogy ők nem tartoznak a nemzethez, mondjuk a liberális kozmopoliták. A kultúrharc persze nem garancia sikerre, de segít. Mint ahogy az is, hogy egy adott országban elmondható a politikai elitről, hogy régóta változatlan, hogy ugyanazok adogatják egymásnak a stafétabotot. Például Franciaországban. Ott mindig lehet azt mondani, hogy az összes kormány összes tagja ugyanabba a suliba járt, ugyanaz a státusza a teljes politikai osztálynak, mindegyik védi a családja érdekeit, gond nélkül vált politikai pártot, mindegy nekik, hogy jobb oldalon vannak, vagy a bal oldalon, és így tovább. Marine Le Pen valóban könnyen hivatkozik arra, hogy a politikai elitben mindenki ugyanannak a klubnak a tagja. A gazdaságnak is van szerepe, de leegyszerűsítő lenne azt gondolni, hogy például egy válság automatikusan populizmushoz vezet. Ez nem igaz. Írországban vagy Portugáliában sem erősek a populisták, pedig óriási gazdasági traumán estek át ezek az országok is. Az ön által említettek közül több is jelen van Németországban is. A versengő pártok nagy koalíciója, a menekültüggyel vagy a terrorizmussal kapcsolatos belső feszültségek, a kancellár ellentmondásos megítélése, és mégsem erős a populizmus. A nagy koalíció ténye ráerősít valóban, de a többi bonyolultabb. Van persze elit Németországban is, de ott nem olyan nyilvánvalóak a régi barátságok, klubtagságok, mint a franciáknál vagy a briteknél. Valóban. 2015-ben az AfD már létezett, a menekültügy ajándékként pottyant az ölükbe. Lehetővé tette, hogy azt mondhassák, csak is ők képviselik az emberek valódi érdekeit és akaratát, miközben a parlament összes pártja Merkel mellett áll a menekültügyben. Csak hogy ez ma már nincs így. És az AfD is veszített a népszerűségéből. No és mit gondoljunk azokról, akik hosszú ideje hatalmon vannak? Nekik már nehéz azokat szidniuk, akik hatalmon vannak. Ilyenkor stratégiát kell váltani? Valóban a populistákkal kapcsolatban tévedésnek bizonyult azt remélni, hogy ha egyszer hatalomra kerülnek, nem lesznek képesek a kormányzásra, hiszen kormányon nehéz a kormányzó elitet ostorozni, például a korrupcióért. A populistáknak azonban mindig akadnak bűnbakjai, akiket elő lehet húzni a kalapból. Az Európai Uniót, vagy Gülen mozgalmát Törökországban, amely állítólag a háttérből folyamatosan akadályozza a török kormány munkáját. A populistáknak muszáj konfliktust generálniuk, ellenségeket kreálniuk, hogy a mozgósítást fenntartsák. Sok populista ilyenkor még áldozat szerepet is felvesz. Az ellenségkép segíti a támogatásuk növelését. Azt mondják az embereknek, bár egyedül mi képviseljük a nép akaratát, de mégsem működnek jól a dolgok. Ezért pedig mondjuk a háttérhatalom a hibás, a színfalak mögött meghúzódó elitek, például az Európai Unió, vagy a civil szervezetek. Nehéz ám ezt a narratívát fenntartani, ha valaki jó régóta van kormányon, de a diszkrimináció azért hatékonyan működik. Mondani valóm lényege, hogy naivitás azt gondolni, hogy a populisták összeomlanak a saját retorikájuk hamissága alatt, mihelyest kormányra kerülnek. Nem. A populista kormányoknak kemény munkával lehet véget vetni, nem a reménnyel, hogy majd összeomlanak.
Mi tehát a helyes cselekvés? Először is, miért tudják a populisták annyival jobban, hatékonyabban megfogalmazni a saját üzeneteiket, mint bárki más? Még abban az esetben is, ha ez az üzenet teljesen abszurd. Sőt, hogy lehet az, hogy a populisták még arra is képesek, hogy ők határozzák meg az ellenfelek legfőbb jellemzőit is. Miközben azok alul maradnak abban, amit önmagukról akartak mondani. Mi a média teendője, amikor mindent, amit feltár, állít, bemutat, egyetlen mondattal hazugságnak, hamis hírnek lehet beállítani. So allow me to reiterate the point that we shouldn't overestimate the power of populists. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy nem szabad a populisták erejét túlbecsülni. Ne feledjük, Amerikában szükség volt a konzervatív elit támogatására, vagy arra, például Magyarországon 2010-ben, hogy a leendő kormány ne sokat áruljon el arról, hogy pontosan mik is a tervei. A Kaczyński párt is így győzött Lengyelországban. Meglehetősen visszafogott képet mutattak a kampányban, majd a választások után azonnal lerohanták az egész rendszert. Azért ez nem ugyanaz, mint ha azt látnánk, hogy az emberek mindannak a tudatában döntöttek volna egy-egy párt mellett, amit az végül a hatalomra kerülése után tesz. A populisták nem játszanak mindig nyílt kártyákkal. Az osztrák példán azonban érdemes valamit megtanulni. A győztes a kampányban arra buzdított mindenkit, hogy próbálja meg a saját komfortzónáján kívül kommunikálni a választókkal. Olyanokkal is kell találkoznia, akikkel normál esetben nem szokott. Ha mindenki megmarad a saját buborékjában, az a populistákat segíti, hiszen akkor még meggyőzőbben beszélhetnek kizárólag a saját táborukhoz. Meggyőzik őket arról, hogy csak ők a nép, az összes többi ember idegen vagy ellenség. Nem kellemes kilépni egy politikusnak a saját milliójéből, és nagyon könnyű a viták hevében a másikat felcímkézni, például lefasisztázni, lerasszistázni. De nagyon suta is lehet az, aki ügyetlenül mozog a híveinek a táborán kívül. Így van. Ez nehéz dolog. Sokan azt mondják például, hogy ezekkel vagy azokkal szóba sem szabad állni. Aki pedig mégis megteszi, arra meg azt mondják, hogy nincs stabil értékrendje, pedig ez nem feltétlenül igaz. A polgároknak éppen ezt kellene tennie, beszélni egymással, meghallgatni egymást. Ami pedig a médiát illeti, nehéz kérdés. Az Egyesült Államok nem is jó példa, mert egészen kivételesen megosztott a médiája, sokkal durvábban, mint a legtöbb európai országban. Azért mi Magyarországon ezt pontosan ugyanígy éljük meg. Nem mondom, hogy csak Amerikában van ez így. Trump támogatóinak a 40%-a kizárólag a Fox News-ból tájékozódik, sehonnan máshonnan nem fogad be hírt. And then if you look at, you know, the next sort of sources, the New York Times, the Washington Post, you know, a New York Times vagy a Washington Post hidegen hagyja, vagyis a médiának az a része, amelyet Steve Bannon például egyenesen ellenzéki pártnak nevez. Vagyis nem arról van szó, hogy az emberek elolvasnak valamit, és aztán úgy ítélik meg, hogy az kamu, hanem az információk nagy része el sem jut hozzájuk, kizárólag egyetlen konkrét szűrőn keresztül. Sajnos, amikor egy ilyen helyzet kialakul, az könnyen be is csontosodik, ilyen torzzá válik az egész struktúra. De az legyen azért lecke az európaiak számára, hogy nem kell a hamis hírekkel olyan sokat foglalkozni, a nyilvánvaló ostobaságokkal, a hamis weboldalakkal, amelyeken például az van, hogy Hillary Clinton szó szerint a pokolból érkezett, démon formájában. Nem erre kell figyelni, ennél sokkal fontosabb a kifinomultan manipuláló média. A Fox News sohasem szajkózta például azt, hogy Barack Obama muszlim, hogy ezzel riogassa az embereket. Mégis, ha valaki csak Foxot nézett az elmúlt 8 évben, arra a következtetésre jut, hogy az Obama kormány a legkorruptabb, legeredménytelenebb és legkártékonyabb kormány volt valaha. Voltak problémák, de számos szempontból ennek épp az ellenkezője az igaz az Obama kormányra, vagyis a pártpolitikai hovatartozás, alapú médiafogyasztás szerintem nagyobb gond, mint a nyilvánosságban megjelenő nyilvánvaló hazugságok. Strukturálisan ezt nagyon nehéz visszafordítani, vagyis Európában meg kell előzni, hogy a média ilyen mértékben szekértáborosodjon. Tudom, nehéz ezt persze ott, ahol a kormányok einstanolják mondjuk a teljes közmédiát. Mi lehet az, amit viszont érdemes volna megtanulni a populistáktól, a jobb vagy a baloldali populistáktól? Bár az előbbiek lényegesen sikeresebbek, mint az utóbbiak, ha vannak egyáltalán baloldali populisták.
A baloldali populizmus elvileg lehetséges. Igen, szó sincs arról, hogy a baloldali politika kizárólag jó lehet szemben a jobboldalival, ami meg nyilván csak rossz. Tehát egy baloldali nem is lehet populista. Ez nyilván nincsen így. Az én elméletem szerint a populizmus nem egy konkrét, homogén tartalom, meg kell tölteni persze tartalommal, meg kell tudni magyarázni a populistáknak, hogy miért ők, és csak is ők képviselik kizárólag a nép érdekeit, míg mindenki más ellenség, ezt ugyanúgy meg lehet tölteni baloldali tartalommal, mint jobboldalival. A legjelentősebb kortárs baloldali populista Hugo Chávez. Ő is azt mondta, hogy aki nem ért vele egyet, az a nép ellensége, az a szocializmus 21. századi modelljének az ellensége. A Podemos és a Syriza nem csak Chávez populista? Szerintem nem. Hiba ezeket a szervezeteket egy kalap alá vonni. Hiba úgy tenni, mintha maguk módján ezek a pártok olyanok lennének, mint Marine Le Pen pártja, hiszen például ők is kritikusak az unióval szemben. Nem, kevés a hasonlóság. De visszatérve a korábbi kérdésre, hogy mit is tanulhatunk. Sokan mondják, hogy bár a populisták elég rémesek, de legalább valóban arról beszélnek, ami az embereket testközelből érinti. Ez egy közhely. Ugyanis a populistáknak nincsen monopóliumok arra, hogy megmondják, hogy mi az igazság, hogy mi zajlik a társadalomban. Sikeresebben mozgósítanak, az nem ugyanaz. A demokratikus képviselet nem arról szól, hogy egy-egy párt rájön, mi a nagy igazság, mit akarnak az emberek, pontosan milyenek az emberek, és ők aztán ezt képviselik. Mondjuk egy szociáldemokrata pártnak hiba elfogadnia azt kiinduló pontul, hogy a munkásosztály nagy része utálja a bevándorlókat. Ez nem így van. Ezek a dolgok változnak és változtathatók. Dinamikus folyamatokról van szó. Voltak, akik kétszer is Obamára szavaztak Amerikában, most pedig Donald Trumpra. Változtak az értékeik, a felfogásuk, az ízlésük. Az emberek változnak. Erkölcsileg is elfogadhatatlan, ha egy politikus vagy egy párt lemond bizonyos csoportokról, mondjuk azzal, hogy ők mind rasszisták, vagy mind gyűlölik az idegeneket. Egy jó politikusnak az a dolga, hogy meggyőzze az embereket a saját magukról alkotott képüket is. Vagyis nem szabad belemenni olyan zsákutcákba, ahol megmondják nekünk például azt, mint valami adottságot, hogy mondjuk kik a globális gazdaság vesztesei, kik a rasszisták, stb. A jó politikus kreatívan reagált társadalmi problémákra, de nem fogadja el azokat megváltoztathatlan adottságnak. Remélem, igaza van. Nagyon köszönöm.